Hello, én Toku vagyok, és most egy kérdez felelek című kis történet következik, ugyanis érkezett egy e-mail, hogy én milyen oprendszert javasolnák egy AMD Athlon X4-es 5000 pluszos Core 2 duós gépre, amiben még van 2 giga memória, illetve 1 gigabájtos kártya, hogy menjen aránylag jól a rendszer is, ugye, és közben a játékok is. Hát én azt mondom, hogy egy Windows 7 Home verziót érdemes kipróbálni a gépen, és abból is a 32 bitest, már csak ugye a memória kevéssége miatt is, ugyanis ugye 64-est akkor érdemes használni, hogyha már az ember 4 giga memóriával rendelkezik, mert ugye csak 3.25-ig látja maga a 32 bites rendszer, így az kényelmesen el van ugye a 2 gigával, viszont a 64-es nem lenne kihasználva. És ugye hát a játékok. A játékok menni fognak, mert körülbelül maga a Windows 7 az eszik egy olyan 1,4-1,5-öt, ugye alapjáraton is akkor csak a rendszer cuccok mennek, illetve hogyha mondjuk nem a gyári beépített Expolert használja, vagy mondjuk Operát böngészőnek, hanem egy Chrome-ot, akkor viszont ott már lesz egy kis nekergés, ugyanis pont múltkorjában volt ugye egy ilyen videó, amikor mutattam, hogy hát mennyit zabálnak a különböző böngészők, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Chrome rögtön 2,2-re, 2,5-re föltornázza 3 fül megnyitása mellett a memória használatot, úgyhogy én azt ajánlom, hogy tényleg az alapcuccait használja a kedves e-mail küldő a Windows 7-nek, illetve hogyha van rá mód, akkor mindenféleképpen érdemes szerintem egy plusz még 2 gigát belepakolni a gépbe, hogy legalább 6-4 legyen, és akkor semmi probléma nem lesz, akkor tökéletesen fog minden futni, ugye kivéve a 2015-ben kijött combosabb, mondjuk 6 gigát, 8 gigát kérő játékok, nos, azok akkor sem fognak elindulni, de szerintem ezzel a géppel amúgy sem érdemes ilyen játékokkal játszani, mert élvezhetetlen lesz a minőség, ugye ezt én is tapasztaltam még tavaly a Core 2 duós gépemnél, hogy hát ment a BF4, meg ez az, amaz, de néha olyan ocsmány képregény szintű minőséget produkált a gép, hogy élvezhetetlen volt, és jobb volt inkább eltekinteni a használatuktól, illetve hogyha mondjuk tegyük föl, nem játékokról beszélünk, ilyen combosabb BF, meg Core, meg satöbbiről, akkor szerintem érdemes egy Linuxot kipróbálni, ha csak netezésről, filmezésről, videózásról van szó, ugye, meg mondjuk irodai alkalmazásokról, és ott is mondjuk egy LXDE felületet, vagy XFCE felületet rárakni az adott disztribúcióra, ugye itt ez minden disztribúcióra elérhető, mert azok ilyen 2-300 megát szabálnak össz-vissz, így ezáltal bőségesen marad nafta a alkalmazásoknak is, ugye, hogy futtassuk a gépen, és nincs az, hogy fölzabálja maga az oprendszer már rögtön a memóriát, és gyakorlatilag más nem tudunk tenni. Úgyhogy remélem, hogy hasznos volt ez a kis válasz a levélírónak a e-mailjére, és akkor én további szép napot kívánok, és majd jövök egy másik szösszenettel. Vandagi, szép napot, pá-pá!